Az első két hét az egy ilyen, ha szabad csúnya angol szóval fogalmazni, akkor egy lájtos felkészülésbe kezdtünk bele, mert azért ez egy új, olyan alakult gárda, egy szintre kell hozni technikailag, és nagyjából fizikálisan is a játékoskat. Erre van most két hetünk körülbelül, aztán egy kicsit keményebb vizekre evezünk, vagy gyorsabb vizekre evezünk, ott már napi két edzés augusztustól két héten keresztül, aztán pedig elmegyünk edzőtáborba Balatonboglárra egy szűk hétre. Onnan lesz egy kis pihenő a lányoknak, néhánynak, de hét főt elviszek magammal a Komplex Tehetség programtáborba majd Kecskemétre, és gyakorlatilag 26-ától újra, tehát augusztus 26-ánál tartunk már, ott már újra teljes létszámmal tudunk edzeni, és az edzőmérkőzések, igen, tehát mindenképpen tervezek edzőmérkőzést, már az edzőtábor előtti időszakban is, egy hétvégére, úgy néz ki, hogy a Fradihoz tudunk menni egy kis milyen minitornára, ahol 2 vagy 3 meccset tudunk lejátszani egyszer, vagy egymás után. Az edzőtábor ideje alatt is tervezünk edzőmérkőzést, illetve augusztus végi, szeptember elejé szakaszban pedig ott 2 vagy 3 is szeretnék játszani, hogy mire szeptember közepén elkezdődik a bajnokság, addigra már legyen teljes képünk a Halász Máté kollégámmal arról, hogy kit, mikor, hol kell beverni és hogy kell játszani. Hát mivel ez egy újonnan alakult csapat, és én is új vagyok itt a hajó kapitányi poszton, nem tudok konkrét célokat megfogalmazni. Egy nagyon fontos dolog van, hogy egy egységes jó gárdát alakítsunk ki. Az eredményeket nem tudom, nem ismerem annyira a mezőnyt, ugye máshol is vannak újonnan alakult gárdák. Minden esetre természetesen a klub hírnevéhez és a múltjához méltó eredményt szeretnénk elérni. Nekem nagyon jól telt a nyár, jól éreztem magam, volt időnk azért pihenni. Az utolsó egy hétben kaptunk edzéstervet. Pár erősítés volt, futások, szóval nagyjából könnyű volt, azért nagyon meleg volt, szóval az nehezítette, de egyébként meg tudtuk csinálni rendesen. Én nagyon bízok a csapatban, szerintem egy nagyon jó társaság leszünk. A bajnokságban minden jobb helyezéseket elérni, sok kupát, győzelmet